ugyanis a rosszabb hatásfok ellenére előnyt élvez a benzinnel szemben. Ezért a javaslat szerint csökken az E85-ös benzinre nyújtott jövedéki adó kedvezmény, melynek a mértéke körülbelül 12 forint. Itt meg kell jegyeznünk, hogy azért a földünk termőföld nagysága korlátozott, a népesség növekedés komoly gondot jelent a jövőben az élelmiszerrel való ellátás terén. Téves az az irány, hogy az élelmiszer termeléstől a bioetanol előállítására termőföldet veszünk el, és ott ipari mértékben állítunk elő benzinpótló terméket. Az E85-ös üzemanyag alapanyag a kukorica, mely a génmódosított alapanyag termesztés veszélyét is hordozhatja. Ugyanakár egy olyan egyértelmű bioetanol környezetvédelmi hatása nem mutatható ki. Az uniós cigaretta esetében 2018-ban meghatározott egy minimális adótartalmat, ezért mennyiség és minimum adó emelése vált szükségessé. Az illetékről szóló törvény egyes illetékmentes ügyekben megszűnik az adóhivatal határozatot az adatali kötelezettsége, melynek eredményeképpen csökken az adóhatóság adminisztrációs költsége. 2010 nyarán az egyes akcióprogram keretében elfogadott szabályozás értelmében az egyenesági rokonok közötti ajándékozási vagy öröklési illetékügyekben megszerzett vagyontárgyak jellegétől, értékétől függetlenül mentesek az illeték fizetési kötelezettség alól. Természetesen nem szűnik meg a bejelentési kötelezettség az egyenesági rokonok közötti ajándékozási vagy öröklési illetékügyekben. Az adóhatóság minden esetben megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e a mentesség az alkalmazásának lehetősége, majd az ügyiratot az általános szabályok szerint irhatározza. Az ügyfelek kérhetik annak igazolását, hogy szerzésük illetékmentes volt. Az adóhatóság az ügyfél kérelmére külön illeték vagy díjszámítás nélkül döntésről másolatot ad. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelettel kérem, hogy a T3414-es számú törvényjavaslatot elfogadni és támogatni szíveskedjenek. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most tisztelt képviselőtársaim, az írásban előre jelentkezett képviselőknek adok szót. Elsőnek Dancsó József. Képviselő úr következik a Fidesz képviselő csoportjából. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló javaslat valóban, hogy elhangzott már, 7 gazdasági témájú törvény módosítását tartalmazza. Ezzel lehet vitatkozni, hogy sok vagy kevés. Lehet itt vitatkozni azon, hogy saláta törvény, nem szeretjük a saláta törvényt, de minden esetre olyan formában rendszerezi az előttünk álló javaslat ezeket a módosításokat, amely mindenképpen két logikai ágra fűzhető föl. Az egyik az, hogy a költségvetési hiánycélt mindenképpen szem előtt kell tartani, és biztosítani kell ennek évvégi teljesülését. Már olyan értelemben, hogy a vállalat, a költségvetési törvényben vállalt célt teljesíteni kell. Másrészt pedig mind a kormányprogramban, mind pedig a kormány más céljában is deklaráltan elmondta, hogy az adminisztrációs terhek csökkentése, a gazdaság gusba kötése nem szerencsés, a munkahelyek teremtésének egyik akadálya. Ezeket a nehézségeket, ezeket az akadályokat igyekszik ez a csomag enyhíteni, csökkenteni, kiküszöbölni annak érdekében, hogy a vállalkozásokat joggal és okkal bosszantó apróbb és nagyobb adminisztrációs terhek csökkenjenek végre. Mivel közvetlen pénzmozgást alapvetően az adótörvények okoznak, nyilván ez keltette föl már a bizottságokban is képviselőtársaim érdeklődését, és most is a véleményekben, különösen a kisebbségi véleményekben erre tértek ki leginkább. Én is ezzel kezdeném. A regisztrációs adó mértékének csökkenése, ez egy nagyon fontos lépés, hiszen jegyzem meg, 2005 óta
kötelezettségszegési eljárás folyik Magyarország ellen, és ezt az ügyet végre lehet rendezni, le lehet zárni ezzel a törvény módosítással. Ráadásul a regisztrációs adó ilyen módon való csökkentése az egy évnél idősebb használt gépjárművek vásárlói számára egy kedvezőbb lehetőséget jelent, azaz magyarul olcsóbbá válnak az egy évnél idősebb használt gépjárművek a megvásárláskor, és egyébként pedig nem befolyásolja nyilvánvalóan az új gépjárművek megvásárlását, annak keresletét. Tehát összességében úgy gondolom, hogy mindenképpen némi fellendülést jelenthet most igencsak álló és pangó használt gépkocsi piacon. Ami pedig a jövedéki törvény módosítását érinti, az ugye két nagy területet foglal magába. Egyrészt az úgynevezett E85-ös üzemanyagét, másrészt pedig a cigaretta, illetve a fogyasztási dohány jövedéki adójának emelését. Az E85-ös kapcsán azt látni kell, hogy egy olyan tendencia érvényesül, annak megfelelően is, hogy Magyarország is vállalta azt, hogy fokozatosan egyre több megújuló energiaforrás által előállított végső energiát, energia hordozót épít be az üzemanyagokba. Ennek révén gyakorlatilag a bioetanol vált kézenfekvő Magyarországon, hogy ezt használja az ország. Mást is használhatna, csak erre az adottságaink, például a vízerőművek hiánya nem tesz lehetőséget, illetve a technológiának olyan fejlettségi szintje, gondolok én itt a hidrogén hajtott gépjárműveknek a technológiai problémája, amely jelenleg azt a lehetőséget mutatja és adja, hogy ez a típusú megújuló energiaforrás, a bioetanol energiaforrás az, amely e tekintetben a magyar vállalásokat is teljesíteni tudja. Az viszont látszik, hogy jelenleg egy komoly árelőnye van ennek a típusú üzemanyagnak, azaz a benzin fogyasztójára lényegesen, vagy hát érezhető módon eltér a E85-ös üzemanyagétól. E tekintetben egyfajta arbitrázs lehetőség nyílik meg, ezt pedig ki kell küszöbölni, mégpedig oly módon, hogy a két terméknek az árát valahol közelíteni kell. Azt tudjuk jól, hogy az E85-ös vonatkozásában egy hatásfok gyengülés vagy többletfogyasztás lép föl. Ugye mostani számítások alapján, hogy maximum 1,34%-os módon lehet ezt figyelembe venni, bár vannak olyan vélemények, hogy ez inkább a 20-25%-os tartományba tartozik. E tekintetben, hogyha mondjuk ezt fogadjuk el az utóbbi számokat, akkor még mindig egy igen kedvező üzemanyag típus ez az E85-ös. Ráadásul a magyar benzinkút hálózatnál körülbelül 400 benzinkút esetében lehet ilyen típusú üzemanyagot tankolni, tehát ez jól elérhető, viszont a költségvetési folyamatokra is hát a kormánynak nyilvánvalóan oda kell figyelni, és ezért nem engedhető meg, hogy ekkora árelőny legyen az E85-ös típusú üzemanyag vonatkozásában, és ezért is indokolt az, hogy az a jövedéki adó elmaradás, amely a E85-ös típusú üzemanyagnak a rendkívül módon történő használatának megnövekedése miatt következett be, ez mérséklődjön, és a költségvetési folyamatok tarthatóak legyenek. A másik a dohánytermékekre vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy a cigaretta esetében a jövedéki adóemelés az teljesen hétköznapi a tekintetben, hogy hogyan lehet és kell elérni a 2018-ra vonatkozó jövedéki adószintet. A fogyasztási adó, vagy a fogyasztási dohány kapcsán azért azon mindenképpen el kell gondolkodni, hogy milyen formában és kik azok, akik jelenleg fogyasztási dohánnyal foglalkoznak, hová jut adott esetben a jövedéki adó kedvezmény. Viszont azon is el kell gondolkodni, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az ilyen
emeléssel, az ilyen jelentősnek is tekinthető emeléssel ne okozzuk azt, hogy ismételten jelentős mennyiségben, mostaninál sokkal jelentősebb mennyiségben kerüljön be Magyarországra ellenőrizetlen dohánytermék, fekete kereskedelmet ne erősítsük azzal, hogy a fogyasztási dohány ilyen mértékű emelése következik be. Én úgy gondolom, hogy ezt az elkövetkezendőkben még végig kell gondolnunk, mert annál károsabb folyamat nincsen, mint hogyha a fekete kereskedelmet ösztönözzük adott esetben egy magasabb, vagy a mostani szintet elérő emeléssel. Tehát úgy gondolom, hogy ebben óvatosnak kell lenni. Valamekkor emelés mindenképpen indokolt, de ennek a mértékét úgy gondolom, hogy adott esetben majd módosító javaslatokkal is meg kell vizsgálni, és számításokat kell végezni, hogy még egyszer mondom, a fekete kereskedelem vonatkozásában ne adjunk táptalajt a régi időnek, amikor adott esetben 25% is, vagy 25%-ot is elérhetett a fekete kereskedelem részaránya. A havi strandolást hozta szóba Józsa képviselő úr, hát eléggé megdöbbentettek a szavai, mert egyrészt ugye azt üzente a vendéglátóipari helyeken, az éttermekben dolgozó alkalmazottaknak, hogy valamennyien csalók lopnak. Ezt mondta Józsa képviselő úr, ami számomra megdöbbentő, mert én azt hiszem, hogy ilyen kijelentéseket azért nem illik és nem szabad tenni ezen ház falai között. Ha Józsa képviselő úrnak ilyen ismeretei vannak, akkor megfelelő helyen járjon el országgyűlési képviselőként, és tegye meg a szükséges lépéseket, de így általamosítani és ilyen hangot megütni, hogy szétlopják a tulajdonosokat, hát ilyet még mostanában nem hallottam. Ami pedig a havi strandolás kivezetését érintés illeti, én úgy gondolom, hogy hosszú évek vitájára lehet ezzel pontot tenni. Ahhoz elég régen vagyok képviselő, hogy emlékezzem arra, hogy micsoda vitákat váltott ki annak idején a napi strandolás, a heti strandolás, a havi strandolásnak a bevezetése. Milyen adminisztrációs terheket jelent, plusz adminisztrációs terheket jelent a vendéglátóipari egységek foglalkozók számára. Én úgy gondolom, hogy Józsa képviselő is akkor járt volna el bölcsen, hogyha üdvözli ezt a lépést, hogy végre egy hosszú évekre visszamenő vitának a végére lehet ezzel pontot tenni, és nyilván mindenkinek az érdeke az, hogy a nyilvántartásait megfelelő módon vezesse, mind a tulajdonosoknak, mind pedig hát az adóhatóság számára ezeket a nyilvántartásokat megfelelő módon kezelje, annak érdekében, hogy nyomon követhető legyen ezen termékek forgalmazása, és nem utolsó sorban a költségvetés is ne járjon rosszul. Tehát még egyszer mondom, véleményem szerint üdvözölni kell azt, hogy a havi strandolás megszűnik, hiszen egy jelentős adminisztrációs tehertől csökkennek a tekintetben ebben az iparágban dolgozók. Fontos kiemelni megítélésem szerint azt, hogy a számviteli törvény módosítása kapcsán jelentős tehercsökkenés következhet be, ez anyagilag is felléphet, hiszen ma Magyarországon körülbelül 60 ezer olyan személy van, aki könyveléssel foglalkozik, vagy könyvelésben érdekelt, és eddig gyakorlatilag évente kötelező volt a továbbképzéseken való részvétel, és ha kellett, ha nem, gyakorlatilag egy kaptafára készültek, vagy hirdették meg ezeket a továbbképzéseket, igen jelentős terheket róva ezen vállalkozásokra. A mostani módosítást azt jelenti, hogy gyakorlatilag kiválaszthatja testre szabottan, kiválaszthatja az adott könyvelő iroda, mert mondjuk ő speciálisan bizonyos területtel foglalkozik csak, hogy mely tanfolyamokon kíván részt venni, vagy az alkalmazottja mely tanfolyamokon fog részt venni, annak érdekében, hogy a megfelelő kreditpontrendszerben a megfelelő pontokat elérje. Én úgy gondolom, hogy ez egy lényeges előrelépés, még egyszer mondom, 60 ezer embert érint közvetlenül, és nyilván a közvetett hatása felmérhetetlen, hiszen minden vállalkozásnak működtetnie kell valamilyen számviteli rendszert, valamilyen könyvvezetési módot, e tekintetben pedig ezek a továbbképzések, én bízom benne, hogy a szakmai színvonal emelését is elé fogják segíteni, hiszen speciálisan arra koncentrálhatnak ezek a vállalkozások, amelyek az ő profiljukba leginkább beletartoznak.
Az illetéktörvény vonatkozásában talán kevesebb szó hangzott eddig el arról, hogy a praxis jog tekintetében a jövőben illetékmentesség fog beállni. Tehát amennyiben a praxis jog gazdát cserél, abban az esetben az érintett házi orvosoknak nem kell a jövőben illetékfizetési kötelezettséget is terhelni, hiszen ez a javaslat alapján az illetéktörvényből kikerül. A könyvvizsgálói törvény vonatkozásában a bizottsági munka során is szóba került, hogy ez most érinti a könyvvizsgálói kamarát hátrányosabb helyzetben, nem. Nyilván annyiban érinti, hogy nem fog duplán kamarai tagdíjat beszedni, viszont egyértelműbbé teszi a helyzetet a vonatkozásban. 2008. január 1-jét követően is az egyéni vállalkozóknak elég egyszer csak a regisztrációs díjat megfizetni, és nem kell, mint cégként is megfizetni. Ráadásul azok, akik önkormányzati vagy hitelintézeti könyvvizsgálatot folytattak, azoknak további terhet jelentett a kamarai tagság regisztrációja, tehát egyértelművé teszi ez a javaslat most már azt, hogy a könyvvizsgáló csak egyféle tevékenységéből kifolyólag, vagy helyzetéből kifolyólag kell kamarai tagsági díjat fizetnie. E tekintetben nyilvánvalóan némi anyagi tehercsökkentés is jelent a számukra. A hitelintézeti és befektetési szolgáltatásokról szóló törvény tekintetében pedig úgy gondolom, hogy szintén az a javadalmazási bizottság, amely fölállt gyakorlatilag az Európai Unió valamennyi országában. Most már lehetőség lesz arra, hogy az élethez egy kicsit hozzáigazítsuk a törvényi szabályozást, hiszen általában ezek a szervezetek nem olyan hatalmas igazgatósággal dolgoztak, és több igazgatósági tag munkavállalóként, alkalmazottként is a munkaszervezet része volt, és ők nem lettek a javadalmazási bizottságnak a tagjai. Most már a felügyelői bizottság nem alkalmazotti nem szervezetben foglalkoztatott tagjai is részévé válhatnak a javadalmazási bizottságnak, e tekintetben is független, és függetlenítve magát a bizottságot a szervezettől, és úgy gondolom, hogy hatékonyabb és a törvényalkotó céljának sokkal inkább megfelelő lehetőséget fog biztosítani ezután. Összességében azt tudom mondani, hogy ezek a javaslatok számos elemét érintik a gazdaság mindennapjainak. Alapvetően nem nagy horderői változások, de azokon a területeken, amelyeket érintenek és amelyek számításba jöhetnek, és különösen a számviteli törvény változását tekintem annak, azért mégis fontos és lényegre törő változások annak érdekében, hogy azokat a gátokat, azokat a gúzsba kötő kötelékeket, amelyek a gazdaság egészséges és hatékony működése előtt vannak, azokat sikerüljön kiküszöbölni. Én bízom benne, hogy képviselőtársaim is a szavazás során így fogják ezt értékelni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr! Most 2 perces hozzászólást a Pál Béla képviselő úrnak adok lehetőséget. Parancsoljon, képviselő! Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim! Mivel József István képviselőtársam nincs bent a teremben, és nem tudja elmondani, hogy az előbb Dancsó képviselőtársunk őt pontatlanul idézte, szó sem volt arról, amit a szájába adott, volt már ugyanerre példa, ezt engedje meg, hogy visszautasítsam. Visszautasítsam azért is, mert amikor képviselő befejezte hozzászólását, bizonyára az önök frakciójában is vannak olyan álláspontok, amelyben eltér a véleményük, akkor éppen odaszóltam József István képviselő úrnak, hogy a standolás ügyében eltér a véleményünk, rögtön felállok és elmondom, hogy én ezt magam is jónak tartom, mint a Sport és Turisztikai Bizottság tagja. Azt mondom, hadd mondjam el, hogy amelyről ön beszélt, Dancsó képviselőtársam, az lehet, hogy az a része a dolognak, amit a vállalkozónak természetesen el kell intéznie a maga hatáskörében, hogy hogyan és milyen módon tartja nyilván a készletét, nyilván ennek megvan a szabályai, meg van egy önellenőrzési rendszere,
Mi is annak idején, amikor a standolás szóba került, már az a lobby, aki a vendéglátók és a szállodások érdekeit képviselte, az MSZP frakción belül azt mondtuk, hogy nem a standolással lehet azt a célt elérni, nem a havis vagy a napi standolással, amellyel az adóhivatal el akar járni azokkal a vendéglátókkal szemben, akik nem megfelelő készlettel rendelkeznek, hogy nagyon finoman fogalmazza meg ezt a dolgot. Úgy tűnik, hogy ez a vita most lezárult ezzel, az adóhivatal megtalálta azt a megoldást, hogy hogy tudja tetten érni azokat a termékeket, amelyeknek a piacra jutását és a vendéglőbe jutását meg kell akadályozni. Itt tehát én a magam részéről is hasznosnak tartom a napi standolás eltörlését, ezt a részét támogatjuk, de azt el kell mondjam, hogy József István képviselőtársa még álmában sem gondolt arra, amit ön a szájába adott. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Dancsó József képviselő úrnak adok szót, 2 perces hozzászólást. A parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt Pál Béla képviselő úr. Lehet, hogy József képviselő úr álmában se gondolt erre, csak azt mondta, hogy az alkalmazottak szétlopják a tulajdonost. Tehát nem én gondoltam ezt, vagy nem én mondtam. Az ő szájából hangzott el az a havis standolás kapcsán. Én úgy gondolom, hogy ennél azért van egy fontosabb és egy józanabb hang is, amit ön megütött, mégpedig az, hogy nagyon helyes az, hogyha a havi standolást eltöröljük, és ilyen kötelezettség a vállalkozásokat nem nehezíti. Én ennek örülök, de úgy gondolom, hogy ha József képviselő úr másképp gondolta esetleg, mint ahogy mondta, akkor ezt neki kellett volna saját magának megvédenie, és nagyon szép dolog az, hogy ön kiáll a frakció társa mellett, viszont az nem helyén való dolog, úgy gondolom, hogy képviselő úr arról beszél, hogy az alkalmazottak szétlopják a vendéglátóipari egységeket. Tehát én úgy gondolom, hogy még egyszer mondom, lehet, hogy József képviselő úr nem erre gondolt, viszont ezt mondta, én pedig arra tudtam reagálni, ami elhangzott ebben az ülésteremben, és hogy a képviselőtársaim bólogatását látom, úgy veszem észre, hogy nem csak én értelmeztem így sajnos a szavait. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Folytatjuk a 2 perces hozzászólásokat. Pál Béla képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, képviselőtársam észrevételét. Én azt gondolom, hogy ezt a vitát ezt majd folytassuk József István képviselőtársunk jelenlétében, vagy 4 szem közt, vagy 6 szem közt. Nézzük meg a jegyzőkönyvet is. Én bizton állíthatom, hogy nem így gondolta a dolgot, de hát azt pedig mindannyian tudjuk, hogy természetesen, hogyha bárkinek bármilyen vállalkozása van, akkor ott teljesen természetszerű és szükséges is, hogy ellenőrizzék, ugyanúgy, ahogy egy más munkahelyen is a vezetőnek az a feladata, hogy ellenőrizze a beosztottakat, mindenféle gyanúsítgatás nélkül. Én azt gondolom, hogy ő erre gondolt, de majd természetesen ezt megvitatjuk vele is. A dolognak a másik része viszont az, hogy nem ró ilyen kötelezettséget a vállalkozókra, hanem azt a lehetőséget megteremti, hogy ezt olyan módon tegyék, ahogy ők maguk akarják. Ez a része továbbra is azt gondolom, hogy helyes. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most rendes felszólalásokkal folytatjuk a vitát. Tukács István képviselő úrnak adok szót az MSZP képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársaim, abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy nem kell kitalálnom, hogy József képviselőtársam mire gondolt. Majd elmondja ő. Ha megengedik, akkor néhány percen keresztül saját gondolataimmal terhelném önöket, illetve osztanám meg gondolataimat az előttünk fekvő törvényjavaslatról, amelyek részben egyeznek, részben különböznek mindazon bizottsági véleményektől, illetve kormánypárti javaslattól és állásponttól, amelyet Dancsó képviselőtársam elmondott. Kicsit zavarba ejtő egy ilyen törvényjavaslatot elolvasni és megpróbálni értelmezni. Zavarba ejtő, mert a gazdaság gyógyítás, könyvitel különféle területeiről ragad ki egy-egy ügyet, és önti ezt törvényi formába. Az ember persze megpróbál logikát keresni abban, hogy vajon mitől sorakoznak így egymás mögé a jövedéki adózás, az illetékek, a számvitel, a könyvvizsgálat kérdései, sőt még a házi orvosi gyógyítás kérdései is, de hát a jóindulatú feltételezésem az az, hogy kétfajta logikája van az előttünk fekvő javaslatnak. Részben, amit államtitkár úr említett, hogy
egy bizonyos területen vagy területeken kiesés van, bevételekben valamilyen módon kompenzálni kell, részben pedig valamilyen módon könnyíteni kell az adott terület adminisztrációs, bürokratikus terhein. Hát, ha van bennem egy pici-pici rossz indulat, akkor azt gondolom, hogy ezek a törvényjavaslatok úgy is létrejönnek, vagy úgy jönnek inkább létre, hogy vannak, akik ezeket a javaslatokat előszeretettel juttatják el a kormány, kormányzat vagy az apparátus különféle képviselőihez. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy józan logika szerint tekinti át egy kormányzati apparátus a gyógyítás, a számviteli képzés, a regisztrációs adó és különféle ügyeket, hanem vannak, akik jó indulattal próbálnak az irányba hatni, hogy az ő terheik könnyebbedjenek. Mondok is erre egy példát, hogyha megengedik. Én persze pártolom azt, hogy mindenféle fölösleges képzés az tűnjön el a vállalkozások életéből. Amennyiben a könyviteli szolgáltatást végzőknél a képzések jelenleg logikátlanok, fölöslegesek, terhelőek és pénzbe kerülnek, akkor én ezt is támogatom természetesen. De pusztán csak a kíváncsiság kedvéért megkérdeztem egy vízvezeték szerelőt, aki egyéni vállalkozó, hogy neki mire kell költenie. Hát kell költenie arra, hogy folyamatosan újítja meg a tudását, idézőjelben szólva, és ezért ő is képzéseken vesz részt, fizetve. Miután egy ilyen veszélyes területen dolgozik, biztonságtechnikából is folyamatosan vizsgáznia kell, ami természetesen újfent pénzbe kerül neki, és aztán még időről időre ellenőriztetni kell a saját berendezéseit is, ami megint pénzbe kerül neki. Ezért tehát a jóindulatú énem azt mondja, hogy a kormányzat azért nyúl példának okáért a számviteli képzéshez, mert könnyíteni akar a helyzetükön, és fölösleges képzéseket nem akar. A rossz indulatú énem meg azt mondja, hogy vannak olyan lobbycsoportok, amelyek előnyösebb helyzetben vannak, mint a szerencsétlen sorsú vízvezeték szerelőnk, aki szintén fizet, adminisztrációs terhekkel küszködik, csak valahogy az ő helyzet az sosem kerül a kormányzat asztalára. Tisztelt képviselőtársaim, ezzel a bevezetővel csak azt szerettem volna mondani, hogy veszélyes dolog külön-külön területeket egy törvénybe szuszakolni, hiszen amit mi előszeretettel salátának szoktunk nevezni, az jelen esetben is az. Vagy inkább ilyen fradi kolbász típusú, tehát ez a mindenből van benne valami, aztán mindenütt próbálunk valamilyen jót tenni közösen. Nézzük végig akkor az egyes területeket. Én az első két ügyben, tehát a E85-ös üzemanyag és a használati dohány esetében a kormányzati logikát értem. Államtitkár úr logikáját értem. Ugye ő azt mondja, hogy mind a két esetben megváltozott a fogyasztási szerkezet, ami köznapi nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy miután az E85-ös üzemanyag olcsóbb, hát az emberek előszeretettel vásárolnak inkább azt, mint a drágábbat. Miután van, aki számára az 500-600-700 forintos dobozonkénti cigarettár nem megfizethető, hát pödör, ezért tehát ott bevétel kiesés van, valamilyen módon erről intézkedni kell, ezt el kell kerülni, tenni kell, tehát hozzunk be ezzel kapcsolatban egy javaslatot. A logikát ugyan értem, de kételjeim azonban vannak. Kételjeim elsősorban a bioetanol üzemanyaggal kapcsolatban vannak, hogy vajon jót teszünk-e ezzel az intézkedéssel, vajon elérjük-e a kívánatos célt, hiszen annak idején a kedvezmény azért volt, és azért arra szolgált, hogy ezt a környezetkímélőbb üzemanyagfajtát kedvesebbé tegye a felhasználók számára. Erre aztán rá is kapcsolódtak mindazok, akik előállították azokat az alapanyagokat, amelyek az előállításhoz szolgáltak, és úgy gondolom, hogy önmagában a költségvetési indoklás, bár logikája elfogadható, de mégis felvet olyan kérdéseket, hogy akkor vajon itt most mi fog történni? Az fog történni természetesen, hogy a kereslet csökken, hiszen hogyha már nem olyan kívánatos ár szempontjából kevesebben fogják használni, vajon mi történik akkor azokkal, akik itt termelnek, erre hosszú távú vállalkozást alapítottak és alapoztak. Egyáltalán van-e ezzel kapcsolatban egy végig gondolt koncepció? Ugyanez a helyzet egyébként a használati dohányügyében is a fejemben. Ugye egyfelől én azt értem, hogyha kevesebb a dobozonként vásárolt cigaretta fogyasztása, akkor az emberek két dolgot szoktak tenni. Hát egyfelől megpróbálnak olcsóbb cigit szívni, magyarul pödrik, vagy pipáznak, vagy megpróbálják, mint ahogy Dancsó képviselőtársam is jelezte ezt, hát nem egészen legális szférából megszerezni. Igen, ám csak vajon a
Az intézkedés, amely előttünk fekszik, az számol-e azzal, hogy volt nekünk egy törvényjavaslatunk itt a ház előtt, amely a dohányzás gyakorlatilag megtiltásával számol az összes közterületen, összes középületben, minden olyan lehetséges helyen, ahol eddig lehetett. Számol-e azzal, hogy ez egyébként azt fogja eredményezni, hogy logikusan az emberek kevesebbet fognak cigizni. Kevesebbet fognak dohányozni, nagy valószínűséggel újfent csökken a fogyasztás, tehát hogy vajon végig gondolta a javaslat abból a szempontból, hogy vajon mi következik az elkövetkezendő időkben ezen a területen. Számol-e azzal, hogy vajon ott a fogyasztás, ha visszaszorul, és újabb jövedéki adó bevételtől esik el a költségvetés, akkor vajon ott mi fog történni? Magyarul nem csak valamiféle eseti kezelése az, hogy most kitaláljuk, hogy a használati dohány kedvező árát is megváltoztatjuk az adó változtatásával, hanem számolunk egy olyan lehetőséggel is, hogy a